Gyújtópont. Nálunk elég egyetlen hírszikra. Előválasztásról fogunk beszélgetni méghozzá dr. Magyar György ügyvéddel, a Civil Választási Bizottságnak az elnökével. Itt van velünk a vonalban. Jó napot kívánok, üdvözlöm. Jó napot kívánok, tiszteletem. Ugye lassan összegyűlnek a kellő számú ajánlások és aláírások. Hogy áll ez a történet a miniszterelnök jelöltek, illetve az országgyűlési képviselő jelölt jelöltek esetében? Ennek a hétnek a hétfőjén lezárultak az ajánlások. Az ajánló íveket 10 óráig le kellett adni, és ezeket most egyértelműen, mert számoljuk, és a hitelesítés megtörténik. Jelezhetem, hogy 5 miniszterelnök jelöltnek sikerült a feltételeket teljesítenie, nevezetesen több mint 20 ezer érvényes hitelesített aláírással rendelkeznek, ezért aztán a bizottság megadja részükre azt határozatot, ami által felkerülhetnek majd a szavazólapokra és a szeptember 18-ával kezdődő online és offline előválasztáson miniszterelnök jelöltként mind az 5 meg fognak jelenni. Mi a helyzet az egyéni képviselőkkel? Ami pedig az egyéni választókörzeteket illeti, ott is a határidő ugyanez volt, nekik csak 400 érvényes aláírás kellett produkálni, és ezt nagy többségük meg is tette. Az ő általuk leadott aláírási ívek ellenőrzése megkezdődött, megítélésem szerint ez holnapra befejeződik. A jelenlegi álláspont szerint nagy valószínűséggel szinte mindenki megugorta ezt a feladatot is, ezt az akadályt is. Következésképpen elmondhatjuk, hogy a 265 indulóból szinte mindenki teljesítette. Ezt így módon tehát körzetenként a versenyzők felkerülnek majd a szavazólapokra, és a helyi választók helyben választhatnak egyszer, mint helyi jelöltek közül legalkalmasabbat, legesélyesebbet, akit ők gondolnak szimpátia alapon, és miniszterelnök jelöltek közül is jelölhetnek, akiknek ez lesz az első fordulója. A miniszterelnököknek lesz október elején egy második forduló is, mert arra számítunk, hogy az elsőben senki nem fogja az 50%+1 szavazati arányt elérni. Márki-Zay Péter volt az előbb a vendégünk, és ő utalt arra, hogy a miniszterelnök jelölti aláírásgyűjtésnél azért némi számháború is zajlott. Például, hogy a DK azt kommunikálta, hogy 80 ezer aláírás gyűjtöttek, de ennek csak egy részét adták le a választási bizottságnak. Hogy látja, mennyire valósak ezek a számok? Nyilván gondolom, azok az aláírások, amik önöknél vannak, azok valóban valósak. Azt kell mondanom, hogy ez a felvetés önmagában elfogadható, de nulla jelentőségű. Nulla. Ez már a politikai versenynek a része, hogy ki milyen erős, ki milyen népszerű. Meglátásom szerint ezt a versenyt, ezt a számháborút teljesen felesleges lejátszani. A választó döntsön. És majd akkor, amikor szavaztak, akkor fogjuk meglátni, hogy kinek mekkora a társadalmi elfogadottsága. Nem most, az ajánlóívek összegyűjtésének számításánál. Mi a jelentősége annak, hogy valaki 30, 40, 50, akár hány ezer darabot szedett össze? Annak van jelentősége, hogy amit leadott, azoknak az érvényessége megvan, és lehet rá szavazni. Nekünk egyébként, civil választási bizottsági tagoknak, nem az a fontos elsődlegesen, persze fontos, hogy kik a jelöltek, és kik a jelölő szervezetek. Nekünk, civil választási bizottságnak az a legfontosabb, hogy az előválasztás demokratikus intézményének népszerűsítése megtörténjen, és az embereket aktivizáljuk, részvételre kérjük, mert 4 évenként van arra lehetőség, hogy az állampolgár beleavatkozhat a közéletbe. Ez az előválasztás a demokrácia előünnepe, a nagy választásra történő felkészülésnek része, és azt gondolom, hogy ennek van jelentősége, hogy sokan menjenek el, aktívak legyenek, legitimáljuk az ő indulásukat minden jelölt relációjában, és tematizáljuk, tetszik látni, az ön kérdései is erre utalnak, érdekli a nagy közönséget ez az előválasztás, és én azt gondolom, hogy ezeknek a céloknak kell elsősorban megfelelni. Nulla annak a jelentősége, hogy nullához közelít, hogy ki valójában hány
ajánlást gyűjtött össze. A lényeg az, hogy mi 21.000-ig számoltuk a miniszterelnök jelölteket, és akinek megvolt a tisztességes mennyiség, onnan kezdve tovább se számoltuk. Akkor tessék nekem megmondani, van annak valami jelentőség, hogy ki hány nap alatt és mennyit gyűjtött össze? Szerintem olyan szempontból lehet esetleg, hogy mit kommunikál és mi a valóság. De ami talán ennél is érdekesebb, hogy a mostani becslések szerint nagyjából egy ilyen 2%-nyi ember adott ajánlást. Mivel számolnak az előválasztáson, a részvétel nagyobb lesz, mint az aláírásoknak a mennyisége? Erre számítok, igen. Egyértelműen erre számítok. Mi a civil választási bizottság és az összes tagszervezetünk nem kevés előkészítő munkát követően létrehoztunk egy gyönyörű szép himnikus videót, az a címe, hogy Élni hívlak. Én azt tanácsolom, hogy ezt mindenki, aki tudja, hallgassa meg és töltse le. Itt nagyon értékes, hasznos közéleti személyek, művészek adnak elő egy olyan szöveget és egy olyan dalt, ami szívbe már. Láttam ezt a videoklippet, és megmondom őszintén, hogyne, és vannak is ezzel kapcsolatban akkor kérdéseim, hogy ez az Élni hívlak, ez kicsit olyan már, mintha valami fajta gospel dalt hallanánk, hogyha ugye mi egy keresztény rádió vagyunk, tehát keresztény körökben ezek a szólamok nagyon jól hangzanak, de nem érzik úgy, hogy egyfajta ilyen politikai messiás várást próbál ez a dal megtestesíteni? Hát tessék nézni, az a szépsége a művészetnek, hogy mindenki azt érez vele, amit akar. Ha én ránézek egy festményre, nem biztos, hogy azt látom, amit a művész akar vele megmutatni. Ugyanez van a zenedaraboknál, ugyanez van a színdaraboknál, de az írott könyveknél is, igaz? Tehát ön ezt látja belőle, más azt látja belőle, egy a fontos. Az embereket érintse meg. Így vagy úgy, vagy amúgy, majdnem mindegy. Mert az előbb mondottam önnek, a legfontosabb a részvétel növelése, és ez az Élni hívlak című videóklip kifejezetten ezt a célt szolgálja. Azt teszed kérdezni, hogy milyen részvételre számítunk. Én 5% körül részvételre számítok, ami a nemzetközi standardnek megfelel. Mi, akik csináltuk 2 évvel ezelőtt a főpolgármesteri előválasztás szervezési munkáit is, akkor is eljutottunk az 5%-ig, hiszen Budapesten 1,4 választópolgárból 70.000 mentek el szavazni. Azért vagyok most optimistább, persze ez egy országos nagy próbálkozás, ilyen még nem volt Magyarországon. Az előválasztás egy csodálatos politikai innováció, vannak gyermekbetegségei, és én ezt nem vitatom, arra törekszünk, hogy tökéletes legyen. Ez egy tanulási folyamat. Meggyőződésem, hogy az embereknek ez tetszik. Örülnek, hogy megkérdezik a véleményüket, és nem úgynevezett háttérszobákban döntenek minden dolgokról, különösen az ellenzéki előválasztás vonatkozásában. Ha a másik oldal is így csinálná, akkor teljes lenne a demokrácia. A másik oldalon mi azt látjuk, hogy ott bemondásra, meg szimpátiára jelölik ki a jelölteket, nem vetélkednek. Nálunk van megméretkezés, és én azt gondolom, hogy ez az igazi demokratikus megoldás. Tehát számolok körülbelül 5%-nyi részvétellel, és azért is vagyunk aktívak, azért is teszünk meg minden tőlünk telhetőt, hogy a választókig ez eljusson. És van még egy pozitív előrelépési lehetőség. Ennek a csúnya vírusnak, ennek a pandémiának semmiféle előnye nem volt, csak hátránya. De egy bizonyos értelemben igen. Egy kicsit az emberek hozzányúltak a számítógéphez, egy kicsit megtanultak regisztrálni, egy kicsit tudják már mi az, hogy föllépni, következésképpen arra gondolok, hogy az előválasztáson is igen jelentős számban fognak részt venni online térben. Kik azok, akik online módon szavazhatnak? Mindenki. Tehát nem csak a külföldön dolgozó magyarok, hanem ha... Nem. Akinek magyarországi lakcíme van. Uh-huh. Ja, mert a lakcímkártyáját fel kell mutatni, egy fényképes igazolványt fel kell mutatni, innen kezdve elveszíti a személyiségét. Ez úgy működik, hogy videón bejelentkezik, valaki igen, nézi a másik oldalon? Vissza, igen, másik oldalon az informatikusok ezt észlelik, a gép szerverre teszi, kap egy QR kódot, az illető elveszti a személyiségét, nem lehet visszajönni az adataival, nagyon vigyázunk a jogi háttérát, nem véletlenül vagyunk erre kiképezve, következésképpen megbízható, egy helyről csak egy szavazatot lehet leadni, a gép törli, ha valaki ezt több helyen próbálja, egyébként a sátrakban is csak egy helyen lehet. A technikai háttér, a civil választási bizottság társszervezetei ezt is előkészítették. Akkor nem papír alapú szavazás lesz, hanem digitális? Ott is. Uh-huh. Is. Azt olvasom, hogy kellett nyomtatni szavazólapokat. Ha
Hogyne, most mennek a nyomdába, jövő napon, következő napon kimennek a nyomdába az összes nyomtatási anyagok, ahogy befejeződnek az ellenőrzések, holnap estig ezeket leadjuk, és mindenhol meg lesznek a szavazólapok. A szavazólapokat utol lehet érni interneten is, utol lehet érni személyesen is, lehet regisztrálni, sátrakba lehet menni, lesz mozgósátor, eljutunk olyan helyekre is, ahova egyébként nem könnyű elmenni, vagy onnan bekerülni egy központi helyre. A másik társszervezetünket úgy hívják, hogy Számoljunk Együtt, azok segítenek az ellenőrzésben, majd a szavazatok megszámlálásában. A következő tagszervezetünknek az a neve, hogy Nyomtass Te Is, eljuttatja a szükséges információkat még az eldugottabb helyekre is. 10 000 aktivista működik annak érdekében, hogy az állampolgárok, akik ellenzéki érzelműek, megtanulhassák a lehetőségeiket, élhessenek ezzel a gyönyörű szép demokratikus formációval, és meg tudják, milyen formában hol lehet leadni a szavazatot. És ha jól tudom, akkor lesznek sátrak meg mozgóbuszok, és az, hogy ezek a sátrak hol legyenek meg, a mozgóbuszok hova menjenek, arról ki döntött? Teljesen nyilvánosan az Országos Előválasztási Bizottság határozta meg, a pluralizmus jegyében teljesen egyenlő esélyeket biztosítva minden jelöltnek, minden választókörzetben a választó megtalálja ezeket a sátrakat, folyamatos nyitvatartással, interneten követhetően meg lesznek a helyi információk. Föl lehet menni az előválasztás 2021.hu-ra, vagy az előválasztás ezzel kapcsolatos összes honlapjára, amit társszervezetünk, a hang eljutatja az emberekhez a szükséges információkat internetes formában, és mindenki, aki részt akar venni az előválasztáson, nagyon könnyedén kattingathat, vagy elmegy a sátorba, és leadja a szavazatát. Ott is személyazonosítás van, aláírja az értéknyilatkozatot, és az adatvédelmi szabályokra vonatkozó tudomásvételt. Megpróbáltunk mindent a legnagyobb tisztesség mellett bonyolítani, nekünk ugyanis két nagy fegyverünk van, az egyik az átláthatóság, a másik a nyilvánosság. Én azt gondolom, hogy itt semmiféle összejátszásra, semmiféle visszaérésre nem kell számítani. Ha a másik oldal akar trollkodni, trollkodjon, nem tudjuk megakadályozni, de technikailag igen. Én azt gondolom, hogy ha vidéken elmegy valaki, és nem oda való, akkor azt tudom, ki is fogják közösíteni. De mondjuk akkor lehet olyan, hogy elmegy, nem tudom én, Tanakaj településen valaki szavazni, akiről amúgy tudják, hogy a Fidesz aktivistája, igen, és azt mondják, hogy hát ő fideszes, ő nem szavazhat. Nem, ilyet a bizottság nem fog mondani, de az emberek ki fogják közösíteni. És meg fogják mondani, hogy te nem vagy ide való, nem fog neki ez jól esni. Az emberek érzik egymást, diszkvalifikálódik, és meggyőződésem, hogy befolyás hatása nincs. De akkor bárki szavazhat, önmagában... tehát nem mondhatják azt, hogy tehát nem tiltják meg egy fideszes aktivistának se, hát hogy szavaznak. Hát mi nem vagyunk gondolatrendőrség, senkit sem fogjuk megkérdezni, hogy igazi hívőnek tetszik lenni, vagy pedig ágensnek tetszik lenni, és provokatőrnek. Ezt meghagyjuk őnek is a saját politikai kultúrájának. De én azt gondolom, hogy az ellenzéki oldalon a többség, aki az előválasztás intézményében hisz, ahogy mi is hiszünk, ezt komolyan veszi. A másik oldal mondhatja rá, hogy bábszínház, mondhatja azt, hogy értelmetlen, de ők is komolyan veszik, mert tartanak tőle. Tessék csak elolvasni az ön által már ismertetett Ilni Hívlak című anyagra szükséges kommenteket. Egy Demeter Szilárd nevezeti hozzáértőnek olyanokat kell mondania a központi alapon, hogy megfenyegeti azokat a művészeket, akik részt vettek ebben a videóban. Én azt gondolom, hogy az alapon fél, és ez az előválasztás olyan csodálatos intézmény, hogy van is alapja. Egy utolsó kérdés, hogyha megnézzük, 4 évvel ezelőtt nagyjából ott tartott az ellenzék, hogy éppen még Botka László volt a miniszterelnök jelöltjük, de már nem sokáig, és ott éppen akkor egy káosz keveredett. Most hogy látja, 2022-ben egységesebb az ellenzék, mint 4 évvel ezelőtt? Hát most 2021-en van. Ja igen, tényleg, bocsánat. Pont ez, semmi baj. Az előválasztásnak pont az a lényege, hogy mire 22 lesz, ahogy ön ezt feltételezte, ez egyértelművé váljon. Nem engedhetjük meg magunknak ellenzéki oldalon, hogy ugyanaz történjen, ami 3-szor már megtörtént. A Fidesznek van ugyanis egy lejtős pályája, egy olyan választói törvény, ami a győztest favorizálja, aki több szavazatot kap, az sokkal több mandátumhoz jut a parlamentben. Ennek véget kell vetni egyébként, majd hogyha a másik oldal kerül hatalomra, új választói törvényt kell visszahozni. De most ebben nem bonyolódnék bele, csak azt akarom ezzel szoros összefüggésben mondani, hogy a választónak ez a lehetőség egy csodálatos lehetőség, ezzel élni kell,
és nem tudom azt elképzelni, hogy akármilyen megtámadással vagy trollkodással ezt meg tudják akadályozni. Mi volt a pontos kérdés? Nem akarom hogy, hogy áll most az ellenzék? Jobban áll az ellenzék most, mint 2020? Igen. 2000? Én azt gondolom, hogy az előválasztás gyönyörű, szép, selejtező mérkőzéseket lehet megvívni. A másik tagszervezetünkről még nem beszéltem, az a neve, hogy tabumentes országmentés. Folyamatosan jelölti vizsgákat szervez az ország minden pontján. Én magam is részt vettem már ilyenen. Nagyon értékes beszélgetés zajlik a nézők előtt, akik vonatkozásában egyébként van közvetítés is, aki nem akar tömegbe elmenni most még a vírus viszályok közepette. Közvetítjük ezeket az egyéni jelölti vitákat. Megismerheti a választó, hogy kire válasz. És azért bízom az eredményességben, hogy hosszú, lassú, de bölcs döntéssel végre az ellenzék eljutott három hatalmas bukás után oda, hogy nem egymást kell legyőznie, hanem a belső vetélkedőt lebonyolítani, ez az előválasztás. Csak egyetlen egy jelölt, egyetlen egy miniszterelnök jelölt, és egyetlen egy lista álljon szembe a nagy választáson majd a jelenlegi hatalom képviselőivel szemben. Ez eredményre és úgynevezett optimizmusra vezethet. Meglátjuk. Dr. Magyar György, nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velünk. Én is köszönöm a lehetőséget, és minden jót kívánok egészséggel.